Sziasztok, én Dotti vagyok, és itt lennék egy olyan videóval, amiben most mivel karácsony van, ezért egy karácsonyi hangulatot szeretnék valahogy varázsolni. Ezért megnézzük, hogy más országokban hogyan ünneplik a karácsonyt. Úgy röviden. Szóval kezdjük. Spanyolországban az erkélyen bemászott télapó hozza az ajándékot. Január 6-án pedig a három bölcsőt várják a gyerekek, akik szintén ajándékokkal érkeznek. Szóval ők Spanyolországban az erkélyen bemászó télapó van, nálunk a kéményen mászik, de hát igen, na. És január 6-án is van még egy ajándékozás. Szóval, igen, Spanyolországban gondolom 24-én van a karácsony. No, Belgium. A gyerekek nem ilyenkor, hanem december 6-án kapják az ajándékot a Mikulástól. A karácsonyfa alá, vagy a tűzhely közelében lévő zokniba csak kisebb dolgok kerülnek. A karácsonyi reggeli különleges édeskenyér. Az ünnepi menü aperitíffel indul, majd tenger gyümölcsével folytatódik, a főétel pedig töltött pulyka. Jó, akkor értelmezzük. Szóval december 6-án kapják a gyerekek az ajándékot, a Mikulástól a karácsonyfa alatt, vagy a tűzhely közelében is lehet szokni, de abban csak kisebb dolgok kerülnek. És a karácsonyi reggeli különleges édes kenyér. Aperitívvel indul, majd tenger gyümölcsével folytatódik, a főétel pedig töltött pulyka. Szóval esznek. Mexikó. Az ünnep estén énekesek vonulnak az utcára, kezükbe hosszú rúddal, amelyekre csengettyűket és gyertyákat erősítenek. Így mennek át a városon egészen a templomig. Szóval Mexikóban elég, utcas parti van. Énekesek vonulnak az utcára. Hosszú rúd, azon egy, lehet egy gyertya, vagy csengettyű. Hát a templomig mennek. Így men, hát át a városon a templomig. Jó. Oké. Norvégia. Karácsony este csészényi zabkását hagynak a pajtában, így akarják a rossz szellemeket távol tartani a háztól. A felészített fenyőfát a családok kéz a kézben körültáncolják, miközben karácsonyi dalokat énekelnek. Szóval Norvégiában van egy olyan szokás, hogy egy csészényi zabkását hagynak a pajtában, hogy a rossz szellemek ne jöjjenek a házhoz. Igen, kéz a kézben körültáncolják, közben karácsonyi dolgot énekelnek. Jó. Oké. Kenya. Még a templomokat is feldíszítik szalagokkal, virágokkal, léggömbökkel, zöld növényekkel. Az ünnepi vacsorát a szobában készítik el, nyílt tűzön. Ilyenkor a távol élő családok is hazautaznak, ha csak tehetik. Szóval Kenyában még a templomok is díszesek. Léggömbökkel, még az elég fura, de hát az őszokásuk. Ünnepi vacsora pedig a szabadban. Jó. Távol élő családok is hazautaznak, ha csak tehetik. Hát nyilván, mert karácsonykor általában együtt van a család. Jó. Svédországban karácsony reggelén a templomok... Karácsony reggelén a templomok égő gyertyákkal várják a híveket. Az ünnepi menü. Hering és barna bob. A jó gyerekeknek a Mikulás Jultumten
A Manó segítségével osztja szét az ajándékokat. Svédország, úgyhogy először nem tudom kiolvasni. De jó. Jultomten. Jó, akkor Jultomten egy Manó segítségével osztja szét az ajándékokat. Svédországban karácsony reggelén templomok égő gyertyával várják a híveket, az ünnepi menü pedig hering és barna bab. És amikor csak a jó gyerekeknek osztja szét az ajándékokat. Jultomtennel. Na, Anglia. Lehet, hogy már sokan hallottatok róla. Én is. A gyerekek még időben levelet írnak a Mikulásnak, amit bedobnak a kandallóba, hogy az a kéményen át az északi sarkvidékre repüljön. Ha először az ajándéklista kap lángra, újra kell írni. A karácsonyi különlegesség a mozsolás puding, amelybe kis ajándékot szoktak rejteni. A megtalálójának állítólag szerencséje lesz. Anglia divatot is teremtett. Itt kezdték karácsonykor fagyöngyöt felfüggeszteni az ajtó fölé. Fagyöngyöt. Jó. Angliában gyerek... Jó, akkor gyerekek levelet írnak a Mikulásnak. Hát bedobnak a kandallóba. Azt nem tudtam, hogy a kandallóba dobják. Hogy a kéményen át az északi sarkvidékre repüljön. És ha először az ajándéklista kap lángra, hát akkor újra kell írni, mert ott felégett. Jó. Mosolás pudingot esznek, és kis ajándékokat szoktak benne rejteni. És aki megtalálja kis ajándékot, annak elméletileg szerencséje lesz. És itt kezdtek karácsonykor fagyagyot felfüggeszteni az ajtó fölé. Először. Jó. Finnország. Közben azt nézem, hogy nagyon jó sok, ebből nem mutatom be mindet. Finnország. A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Karácsony napján a legtöbb ember elmegy a templomba, és elhunyt szeretteinek sírjához, hogy gyertyát gyújtson emlékükre. Szóval a finnek... A Mikulás érkezése előtt elmenek szaunázni, már miért ne? Szaunáznak, jó, oké. Okay. És a karácsony napján a legtöbben elmennek a temetőbe és a templomba. Hát jó. Ukra, de az elég fura, hogy szaunáznak egyet, szerintem. Na jó, Ukrajna. A gyerekek az ajándékot a jégapó 3 rénszarvas húzta szánon viszi. Vele van Hópehely leány is, aki ezüstkék, szőrbe díszes ruhát, fejé pedig korona formájú hópelyhet visel. Szóval, hol volt? Svédországban és Ukrajnában is van a téleportnak egy segítője. Pontosabban itt jégapó. Szóval itt vannak segítők, oké, okay, hát ezüstkék, 3 rénszarvas húsz a szánon, hópelylány, ezüstkék, szörmerészes ruhát, fején pedig koronaformájú hópelyet visel. Jó, ilyet is megtudhattunk. Jó, még bemutatok egyet-kettőt esetleg. Jó, Olaszország. Ez hosszabb. Karácsony másnapjának estén a gyerekeket meglátogatja a Strega Buffona nevű jó boszorkány. Seprén közlekedik Olaszország szerte, és a jónak mindenféle finomságot, a rosszaknak pedig szenet visz. Az olaszok jó barátainknak szárított lencsét szoktak ajándékozni, hogy leves készítsenek belőle.
Ez emlékezteti őket a szerény időkre. Olaszországban egy jó boszorkány van, akinek a neve Strega Bufana. Jó, nincsen olasz kiejtésem. Nem tudom, hogy kell kiejteni, nem tudom, hogy ejtik ki, de majd a videóban szerintem bevágom, hogy ejtik ki. Jó. Szóval egy jó boszorkány van, nem télapó. És finomság, na és itt a rosszaknak is visz, na. Szeret méghozzá. Amivel ugye hát, hogy úgy nézzük, tudnak fűteni. De... igen, jó barát... Oké, okay, szóval itt szárított lencsét szoktak ajándékozni barátaiknak, hogy leveszt készítsenek belőle. Jó, még kettőt bemutatok. Ausztria. Na. A Mikulás Heiliger Nikolaus december 6-án ajándékozza meg a jó gyerekeket édességgel, dióval és almával. December 24-én pedig a gyermek Jézushoz nekik ajándékot a és karácsonyfát. A gyerekek izgatottan várják, hogy megszólaljon a csengettyű. Csak ezután léphetnek a gyertyákkal, díszekkel és édességgel feldíszített karácsonyfát rejtő szobába. Értem. Szóval itt a Mikolásnak ugye más a neve természetesen. Heiliger Nikolaus, remélem jól mondom. És itt december 6-án van itt is a Mikolás, 24-én pedig a gyermek Jézus hoz nekik ajándékot és karácsonyfát. Igen, csak a csengő után mehetnek be az édességgel gyertyákkal, díszekkel és édességgel feldíszített karácsonyfát rejtő szobába. Jó, most már mindent értek? Oké. Okay. Jó, na, utolsó. Libanon. A családok karácsony előtt egy hónappal gabona magvakat ültetnek. December 24-én pedig a cserepeket a karácsonyi barlang és a karácsony fakori helyezik. A barlang Jézus születésének helyszínére utal. Az röviden volt. Szóval a családok gabona magvakat ültetnek karácsony előtt egy hónappal. December 24-én pedig a cserepeket, mondom, amiben vannak a gabona magvak, a karácsonyi barlang és a karácsonyi fa köré helyezik. Jó. Ugye a barlang Jézus születésének helyszínére utal. Hát jó. Most megtudtam egy csomó mindent igazából, hogy más országokban hogyan ünneplik mégis a karácsonyt. De következő részben, mivel lesz következő rész, véletlenül nem sokára, amikor felkerül ez a videó, elmondom a többit is, és addig is köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, esetleg nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, de ha feliratkoztok, akkor feltétlenül nyomjátok meg a csengőt, és az összes értesítésre kattintva minden értesítést megkaptok, hogyha esetleg videót teszek föl, vagy bármit. Szóval még egyszer köszönöm a figyelmet, én Dont voltam, sziasztok!